Az Óbecsekösségi Cukorbetegség elleni küzdelem egyesületet 15. alkalommal szervezte meg az Óbecsei Egészségösvény rendezvényt, amely idén a Felszabadulás téren került megrendezésre. Az egészségi állapotok rendszeres ellenőrzésére és a testmozgás gyakorlására ösztönző rendezvény keretében a jelenlévők vércukor és vérnyomás szintjüket ellenőrizhették, az általános iskolások pedig futóversenyeken vehettek részt. A első célunk, hogy szaladjunk, hogy sétáljunk, hogy mivel hogy minden nap kellene egy óra hosszát legalább sétálni, akkor az a tény, hogy bírjuk mondani, hogy egészségesebbek leszünk. No, ma promóciót csinálunk ezen. Gyerekek szaladásával, utána a felnőttek sétával a Tiszáig, ott is osszuk az almát, egy szokkot, oszvezsényi, vagy úgyhogy mi gondoljuk, hogy a célunk meg lesz. A rendezvény résztvevői egészségi állapotuk ellenőrzése után sétáltak a zöld korzón és a Tiszaparton. A javaslat az, hogy minden személy függetlenül attól, hogy diagnosztizáltak-e cukorbetegséget, legalább egy órát sétáljon naponta. Szép idő van, és gyerekek itt vannak, szaladunk, és gondoljuk, hogy sikeres lesz az akció. Magán a rendezvényen a résztvevőknek lehetőségük volt orvosi tanácsadásra is. Külön hangsúlyt fektettek a legfiatalabb generációkra, azzal a céllal, hogy felhívják figyelmüket a testmozgás fontosságára a mindennapi életben és az egészséges életmódra. Fontosak azért, mert ahogy látják, rengeteg kisgyerek jött össze most Óbecsén. Ők futják most az óbecsei egészségügyi ösvényeket. Ez egy kis verseny, ahol kicsit kilépnek a mindennapi megszokott iskolapadból és az otthoni aktivitásokból, aminek a nagy részét ezekben az időkben a multimédiális eszközök használata tölti ki, akár rajzfilm, akár videójáték nézéssel, akár tudományilag is, de nagyon, nagyon sok idő van ráfordítva azokra az eszközökre, ami kényelmes fotelból vagy kényelmes széken igenis, hogy odaszögezi a fiatalokat egészen kiskoruktól. Ezért, hogyha időben odafigyelünk és a gyerekeket kicsit kihúzzuk azokból a mindennapi kényelmekből, úgy lehet ráéreztetni, hogy igenis egy futás, egy ilyen társalgás jó érzéseket kelt az emberekben, főleg a gyerekekben, mert őnekik ez játékos is, és így fogjuk az elkövetkező időkben csak az érzések alapján, hogy a társalgás jó, a fizikai aktivitás jó érzéseket kelt, ezért fognak majd jobban odafigyelni az egészségükre, mert hát ilyenkor erre fogékonyak. Nem a betegségek iránt érdeklődnek ők, hanem maga az érzés, hogy társalognak, hogy jó cél miatt vannak összehívva, ez fog egy jó érzést adni nekik, ami utána erőt ad ahhoz, hogy igenis sűrűbben találkozzanak esetleg valami közös edzések vagy szórakozások, de biztos, hogy jót hoz az életben. Óbecsekösségben egyébként mintegy 3500 cukorbeteget regisztráltak, és a becslések szerint sokkal többen vannak, akik nem is tudják, hogy cukorbetegek.